következő megállónk, Tukatkepung. Ez is egy vízesés, és megint, ahogy az eddigi tippjeimből láthattátok, megint nem a legforgalmasabb, legturistásabb helyre megyünk, hanem egy különlegesebb vízesésre. Úgyhogy elindulok, baromi meleg van, süt a nap, szerencsére most nincsen, nem esik az eső, úgyhogy menjünk le és nézzük meg, hogy milyen. Nagyon meredek. Meredek lépcsőkön kell feljönni. Most is a hölgy, aki jött le, ő most ad egy olyan, ott tesz fel ajánlatokat, úgynevezett offeringeket visz a lány, aki előttem jött, és hát én nagyon durva lépcsőkön keresztül kell jönni, nézzétek meg. Ahogy jöttök lefele, én különböző helyeken lehet megállni és kajálni, és lehet, hogy majd visszafele itt fogok, mert nézzétek, ilyen kis hintákra lehet felülni, hát ez valami fantasztikus. Hát ez valami gyönyörű és ilyen kis meghitt, kellemes. Itt sétálok a vízben, és kétfelé is van kettő darab vízesés van, ahova el lehet menni. Az egyik egy ilyen barlangszerű dologban van, most először azt nézem, meg utána a másikat. Menjünk! És a valóság realitása. Hát ez a hely, de hát tök sok az ember, mindenki csak egy fotóra vár, picit illúzió romboló, amit majd következőleg fogok megmutatni ezután, na azok a nagyon jó. És ha ide jöttök, ott van egy létra, amivel fel tudtok oda mászni. Na most átjöttem a másikhoz. Ez igazából egy nagyon pici, de sokkal aranyosabb, ez nekem szimpatikus, de még mindig, amit majd következőkre fogok nektek mutatni, az lesz az igazi, és odaéri meg. Hogyha egyet választhattok, akkor tényleg csak arra menjetek. Ez nagyjából ennyi. Hát megmártózni benne az valami fantasztikus volt, és igen, ez a kisebb, én ezt ajánlanám nektek, hogy gyertek, de ahogy mondtam, de szerintem ebből így elég, és majd most felpróbálok valahogy mászni. A következő hely, ahova jövök, Goagadzsá, és itt is, mint ahogy az előző templomban, ami ugye nagyon ilyen turistás volt, itt is amúgy, ahogy bemegyek, most az első benyomásom az, hogy mindent el akarnak nekem adni. Egy tipp, amire figyeljetek, hogy ugye kell ezt a ruhát magatokra rakni, amikor bementek a templomba, és ahogy jövünk befelé, így megpróbálnak nektek eladni, de ugye a belépőben ingyen kapsz, nyilván csak kölcsön, azt meg, hogyha meg szeretnéd venni magadnak, végül is egy jó lehetőség, hogy itt megvedd, de ha csak nyilván funkcionális célja lenne, akkor nehogy megvegyétek ott, és mehetünk be. Én már mindjárt a bejáratnál vagyok. Jöjjön egy kis bírról! De mindenféleképpen javaslom, hogy gyertek el, nagyon jó a hangulata, itt is érzem ezt az energiát, kedvesek az emberek, van több-több rész, ami most mögöttem van, ide be lehet menni, engem ez a ősi, ha jól tudom, azt hiszem 9. századig visszamenő hindú szobrok vannak benne, úgyhogy menjünk, nézzük meg, mi van ott. Igazából itt is csak ilyen, szóval itt is csak ilyen ajándékok, offerek vannak. Ennyi az egész.
Ahogy sétáltam a templomban, megláttam egy kislányt, és nagyon tetszett a setup, pont egy ilyenen, ahol most én is vagyok, ült, és megengedte, hogy lefotózzam, meg ugye láttátok is itt a B-roll végén, és egy kis karkötőket árult. Amúgy is szerettem volna egy ilyen karkötőt, nem pont ilyet, de ez a három színű amúgy a sofőrön mesélte, hogy a színek mit jelentenek, és ez a egészség, a jó szerencse és a szerelemnek a szimbóluma, plusz van a végén ez is egy szimbólum, amit kaptam tőlük, illetve vettem, és amúgy ketten voltak a barátnőjével, és így egymáson vetélkedtek, hogy kitől mit vegyek, mondtak egy árat, mondtam, hogy a feléért veszek kettőt tőlük, és akkor egyet az egyiktől, a másikat a másiktól. Nagyon aranyosak voltak. Na nézzük, hogy milyen. Be kell vallanom, hogy én még soha nem ittam így kókuszlevet, és mindig is így vágytam rá, és nagyon-nagyon finom. Hát kár, hogy otthon nincsen ilyen. Ezt 30-ért akarták eladni, 15-ért vettem meg, 10-et akartam, de olyan aranyos kedves, hogy mondta, hogy nagyon messziről hozta. Gondolom nem, de 15-ért belefér. Hát most ilyen idő a hotelben, muszáj bevágni egy ilyen képet, meg hogy bemegyek így esőben a vízbe, imádom, és most megyek fürdeni, és kb. Ugyanolyan a levegő, mint a víz, mint az eső, és tökre jól esik, hogy mielőtt fürdeni megyek, így megmártózom benne. Itt van ugye kb. Kilépve a szobámból egyből ez a medence, mögötte rizsterasz, és amúgy ez még nem is egy ilyen nagyon menő hely, tök olcsón lehet ilyeneket találni, és annyira feltölt energiával. Lehet, hogy csak az újdonság varázsa, de szerintem nem. Egyszerűen imádom. Szerintem Ubudat elég jól kiveséztük, úgyhogy be is fejezem ezt itt. Ha most találkoztunk először és érdekelnek majd a következő események, mindenféleképpen iratkozz fel, nyomj rá a csengőre és menj át Instagramra, ott is rengeteg képet, sztorit osztok meg ezekről. Köszönöm szépen, hogy néztetek. Sziasztok!